varázsiránytű. Egy meditatív társasjáték őszinte beszélgetésekhez. Sziasztok! Ma este egy varázsiránytű nevű játékkal fogunk játszani, aminek az ötlete Balint született meg bennem, ahol a két játszótársamat is megismertem, illetve hát a Remont már régebb óta ismerem, majd később bemutatom őket, csak úgy nagyjából tudjátok, hogy miről van szó. Ez a társasjáték azon az elven alapul, hogy amikor idézeteket olvasgattam nagy gondolkodóktól, arra ébredtem rá, hogy az érzelmi reakcióimat el tudom helyezni az életemnek az idősíkján, az érzelmi skálámon. Tehát hatással voltak rám ezek az idézetek, és ez szolgáltatta a varázsiránytűnek az alapötletét. A játszótársaimmal, akikkel ma fogunk játszani, külön-külön már játszottunk, de együtt még soha nem. Igazából be is mutatom Forrai Niki, aki pár hónappal ezelőtt ismertem meg, és mégis azt gondolom, hogy ma már jól ismerem, mert ezt a játékot sokat játszottuk, és ez egy gyors talpaló ahhoz, hogy az ember megismerje a másikat. Nikiről még annyit, hogy ő hívott meg bennünket ide a szántályba, egy balinéz bútorokkal telerakott hely, tehát azért van olyan feeling, mintha az ember otthon ülne a nappaliában, csak körbe raktuk magunkat kamerával, és elhatároztuk, hogy játszani fogunk, fogalmunk sincs, hogy mi lesz belőle. A Nikiről annyit kell még talán tudni, hogy annak ellenére, hogy felépített egy baromi nagy üzletet, tehát egy milliárdos vállalkozó nő, nem látszik rajta egyáltalán. Lemon pedig zenész, és producer, és basszusgitáros, és rendező, szóval egy igazi polihisztor, de nem ezért van itt, hanem azért, mert szeret játszani. Nem? Nagyon szeretek játszani, és köszönöm szépen a meghívást. Én is köszönöm, hogy eljöttetek. Mind a ketten ott voltatok a játéknak a születésénél, közben Niki társam is lett ennek a játéknak az elkészítésében. A játékról annyit, hogy át lehet írni a szabályokat, és hogyha esetleg beszélgetésbe fulladna a játék, akkor azzal semmi baj nincsen, hiszen állandóan bele vagyunk feledkezve a telefonunkba, és azt gondoltam, hogy tök jó lenne, hogyha visszatérnénk ez a társas játékozós beszélgetés átmulatott éjszakákhoz. Ahhoz, hogy az ember jól megértse, ahhoz át kell olvasni ezt a borzasztó hosszú játékszabályt, viszont én is azok közé tartozom, akik nem szeretnek nagyon ilyen szabályokat olvasgatni, és ezért ide tettünk egy ilyen QR kódot, ahol találunk egy varázslót, és ő elmondja a rövid ismertetőjét a játéknak, és akkor nem kell belemerülni a részletekbe, mert nagyon sokféleképpen játszható, olyan sok verzió van. Többit elmondja a varázsló. Kedves játékosok! Ez a rövid útmutató azoknak szól, akik a szabályok böngészése helyett inkább egyből belevetnék magukat a játékba. A varázsiránytű egy meditatív, önismereti játék, amelyet egyedül és társaságban is játszottok. A cél egyszerű, a létidőt inspiráltan, tudatosan és játékosan tölteni. Mielőtt elindulna a játék, választhatok hozzá zenét, így könnyen meg tudjátok határozni a játékra szánt időt. Az idézetkártyákat tegyétek lefordítva a játéktér közepére. Minden körben innen húztok majd lapokat, egy tetszőleges helyen elemelve a paklit. A kihajtható iránytű táblákat helyezzétek magatok elé úgy, hogy a pozitív sarok nézzen felfelé. A függőleges sík az érzelmi skálát, a gondolatok irányát jelzi. A vízszintes sík pedig az időt. Balra a múlt, jobbra a jövő, középen pedig a jelen, az aktuális pillanat, ahol nem a gondolkodás, hanem a tudatosság játssza a főszerepet. Na de mi is a feladat? Elsősorban azt az üzenetet keresed, amelyik annyira megérint, hogy egy pillanatra eláll a szabad, leáll az elméd, és kinyílik a szíved. A számodra legkedvesebb, legfontosabb bölcsességet helyezd az iránytűt közepére. A kihívás az, hogy minden oldalhoz megtaláld a megfelelő idézetet. Azt szerint, hogy mi jut róluk eszedbe, hogy milyen érzelmeket generálnak benned, és hogy hova illenek az életed idősíkján. Ha társaságban játszotok, akkor a varázsiránytű ihletett beszélgetésekre sarkal. A kis bónuszkártyák színesítik a versengést, a különböző párbajokat. Ne feledd, tudatosságod határtalan, a teremtő erőd végtelen, a játék örök. Csodás játékot és varázslatos időtöltést kívánok neked!
Szóval a játéknak ugye az a célja, hogy megismerjük egymást jobban. Vannak ezek az idézetek, amiből van 100 darab, és nagyon fontos, nem fölülről kell emelni, hanem bárhonnan elemeled a paklit, ilyenkor szerepet kaphat a szinkronicitás. Én azt vettem észre, hogy mindig az történik, és ez az egyik legizgalmasabb része a játéknak, hogy pont olyan kártyát húzol, amire neked éppen aktuálisan szükséged van. De szerintem ami a legfontosabb, azok a fajta elrejtett érzelmi és rámváró feladatok törtek elő, miközben húzogattam ki a kártyákat, hogy saját magamat ismertem meg ezáltal jobban. Igen, abszolút. Igen, többször játszottunk, azt hiszem ilyen egy-két hetes eltolásokkal, de mindig az az eredmény, ami kijött, az az éppen aktuális érzelmi helyzetemnek abszolút egy ilyen olyan lenyomat, egy olyan térképe volt, amire azt mondtam, hogy igen, teljesen más kártyákat húztam azelőtt, de most tényleg így érzem magam, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy állunk most. Egy dolgot felejtettem el, készítettem kb. 20 órányi playlistet ehhez a játékhoz. Lehet választani a hangulat tudnak megfelelő zenét, lehet meditatívabb, kicsit gyorsabb verziókat választani. Ez nagyon fontos, hogy ezzel lehet meghatározni a játéknak, játékra szánt időt, tehát a játéknak a hosszát. Meddig érnek rá? Hány óra van? Itt szóltak, hogy először játszanánk egy órát a sima alapjátékkal, aztán megnézzük a kis bónuszkártyás tippelős verziót, jó? Ja. Egyébként nekem a játék az egy ilyen útmutató és egy útra való is volt. Nem tudom, ti lefotóztátok-e még ilyen, mert nekem az volt az első, hogy lefényképezem, és utána még a rákövetkező héten nézegetem. Mi a kör? Hogy kezdünk? Szerintem... Mitre? Nagyon jól tudod, milyen legbelül, hogy csak egyetlen varázslat, egyetlen erő, egyetlen megváltás létezik, és ezt úgy hívják, hogy szeretet. És én a játék előtt, ami mondtam neked, hogy én most úgy szeretném ezt a játékot játszani, hogy egy kicsit ilyen az üzleti szerepembe, a vállalkozó cégvezető szerepembe, és kijött ez a kártya az alapértékeinknek a 10. pontja. Ez nagyon tetszik, én berakom ezt most középre, mert mi az a cég vagyunk, akik a szeretet mozgat. Minden cselekedetünket gyakorlatilag az egymás a csapaton belüli kapcsolat. Ja, tudod, tehát amikor megismertelek téged, és mondtad, hogy boldogság meg szeretet a cég kultúrában, és akkor azt mondtam, hogy jó, persze. Én még nem találkoztam olyan üzletemberrel, aki ezt nekinek ezt sikerült megvalósítania. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a kártya most neked az üzletre vonatkozik, de nézzük meg. Neked is van valami előre megfontolt szándékod a játék, hogy hova akarod, hogy kiukadjam? Én közben próbálok rájönni, mert amikor ezeket játszottuk, annak idején mindig volt valami nagyon meghatározó érzelmi töltete az egész játéknak, amit le ki tudtam vetíteni, hogy ez most éppen az aktuális helyzetemnek abból való kimenekülés, vagy a munkámmal kapcsolatos dolgoknak az összessége volt. Most szeretném, hogyha most a kártya irányítana, és majd azt szerint kezdem el majd akkor felépíteni a térképem. Ez a Let It Be üzemmód. Yes, most az... De én nézhetem üzleti szemmel az egyébként. De nézheted, de meg ebben annyi az üzleti rész, hogy próbálod a cégedet úgy vezetni, hogy legyen normális kapcsolat. Kérdeztelek múltkor, hogy nem hiszel a hierarchiában, aminek nagyon örültem. A női energiának sokkal nagyobb szerepe kellene, hogy legyen az üzleti vállalkozásokban. Én ezt... Sokan mondják. És egyre több, nekem azt tetszik, hogy egyre több férfi vezető meri felvállalni a szeretetet, hogy az az energia bent van a cégbe, és hogy az energia működtet dolgokat. Én nem is értem, hogy ez miért van másképp. Tehát én bármikor... De miért te nem vetted észre, hogy az emberek, akik így meggazdagodnak? Mert naív vagyok. Aha. De fejezve a mondatodat? Ebben a felnőtt világban, ebben az üzleti világban úgy megtanultam közlekedni, csak nagyon utálom. Igen. És amikor a Nikivel találkoztam, akkor mindent teljesen ellentmondott a habitusa, meg minden annak, amit én eddig láttam az üzletemberek körében. Ez alap. Tehát bármikor az ember néz egy olyan életrajzi filmet, ami nagy sikerű emberekről szól, mint a Zuckerberg vagy a Steve Jobs, az az alap. Alaptulajdonságai egy seggfej, de ettől egyig. A saját akaratát teljes mértékben
átvigye a többi emberen. Legyen az felette, alatta. Lehet vinni, csak szerintem egy másik stílust is, egy másik vezető stílust is lehet, hogy beválasztani. Én is voltam a vezetői pozícióba, és én... De már elmúlt. És lehet, hogy pont ezért, mert nem voltam ennyire agilis, tehát egy ilyen kvázi rossz indulatú. Én azt vettem észre, hogy amikor zenekarvezetőként próbáltam megállni a helyemet, hogy végül is összeálljon a produktum, ahhoz genyának kell lenni. Tehát, hogy nem lehet máshogy megoldani, mert hogy az emberek alapból késnek, mert nem olyan fontos számukra a produktum, stb. És akkor, hogy az első lapnál leragadjunk, de szerintem ez... De inkább te húzzál, menjünk így. Most nem tudom, hogy koncentráltam eléggé. A seb egy olyan rés, ahol fényesség hatolhat beléd. Nagyon jó idézet. Az alap, hogy minden rosszra megtaláld a jót. Valakitől, valamitől sebzést kaptál, az még nem jelenti azt, hogy el is vesztél. Bocsánat, de szerintem legalábbis nekem nem pont ezt mondja ez a kártya. Nekem ez azt jelenti inkább, hogy amikor valami mély ponton van az életed, valami traumát elszenvedtél, megsérültél, elhagyott a csajod, vagy valami ilyesmi, akkor az a sebezhetőség, vagy az a sebzettség, az konkrétan kinyit benned valamit, amitől sokkal gyorsabban ismered fel a dolgoknak az igazi jelentőségét, elkezded magad ismerni jobban. Szóval, hogy akkor, amikor éppen sebzett vagy, az egy nagyon nagy lehetőség, spirituálisan is egyébként, hogy feljebb lépjél egyet. Mert amikor épp baromira rendben van minden az életben, akkor meg se kérdezed magadtól, hogy ki vagyok én, meg mit akarok az élettől. Szóval szerintem a Rumi arra gondolhatod, hogy amikor sebzett vagy, akkor megy be a fény. Tehát és a megvilágosodásnak ehhez van némi köze. De hát részben ugyanezt mondtam, csak egy fokkal pozitívabb felfogásban, hogy nem kell tulajdonképpen elveszettnek érezd magad, hogyha valami negatív dolog történik veled, mert igenis, hogy van helye egy ilyen sebzésnél egy pozitív élménynek. A legfájdalmasabb dolgokból születnek utána a legnagyobb csodák. Legalábbis így az életem során, ezt nagyon sokszor megtapasztam, hogy akkor belehalsz, de utána viszont egy csoda születik. Most, hogyha el kéne helyeznem ezt a dolgot, ugye maga az alapélmény az egy negatív dolog, de én még mindig abban a stádiumában vagyok az életnek, hogy egy kicsit ilyen a sok negatív hatás, ami mostanában ért, ki kéne még kicsit belőle kecmeregni, tehát negatív, de jövő. Te tartasz tőle kicsit, hogy ez... Az ember nehezen hisz ilyen dolgokba, hogy ennyi negatív után jön valami pozitivitás, de reménykedem, hogy igen, úgyhogy... De azért akkor lehet, hogy mégsem teljesen értjük egymást. Én azt mondom, hogy ez egy időben történik. Tehát abban a pillanatban, amikor épp sebb van rajtad, akkor hatolhat be a fény. Nem majd egyszer csak jön valami pozitív hozadéka annak, hogy most épp szar. Van egy következménye, hogy abban a pillanatban behatolt a fény, és az egy... okozója lehet egy későbbi dolognak. Mert... Abban a pillanatban nem érzed azt, hogy most egy jó dolog is történt veled. Tehát az, hogy elvesztettél valakit, az még nem fogsz egyből mosolyogni, mert tudod, hogy valami történt, az annak a folyamánya lesz majd. És simán lehet, hogy átnézd a gyász 5 fázisán, mire meglátod abban a... Nem úgy fogod fel abban a pillanatban, hogyha történik veled valami rossz, hogy valami... Tomi olyan tudatos, hogy ő neki behatolt, fogja és már ott van. Nem, dehogy, csak mit tudom én, amikor valami, mondjuk nézzük valami konkrét példát, mondjuk amikor anyukám meghalt, ami egyértelműen egy borzasztó dolog, talán a legrosszabb dolog, ami valaha történt velem, ezeket az évszámokat nem tudom, de pár éve történt, akkor annak az alapvető hozadéka az volt, hogy egyszer csak nyitottabb lettem, mert ugye kerestem, hogy most akkor még tényleg igaz-e az a tézisem, hogy az élet után van élet, és hogy igazából ő nem halt meg, vagy csak racionalizálom ezt az egészet, vagy szóval érted, egy sebes voltam. És éppen ez okozhatta azt, hogy azok a pillanatok nagyon felemelők voltak, amikor, mit tudom én, a Margit-szigeten üldögéltem, és néztem a felhőket, és olyan tudod, mindig lát az ember benne ilyen ábrákat, kutyák, macskák, mit tudom én, de az nap, amikor az anyukámmal gondolkoztam, ilyen végtelen mennyiségű kis állat volt, mint hogy az anyukám csinálta volna nekem, felhőkből gyúrta volna. És akkor tényleg valami fajta
apró megvilágosodás történt velem, és úgy éreztem, hogy meg kapcsolatban vagyunk. De ez kellett, ez a trauma. Na jó, most gyakorlatilag eljutottunk a legszomorúbb részig a második kártyánál. Hiszen a szimbólumokban. Hogy az ég, ég akkor milyen volt, és miért nem más milyen? Én azt vallom, hogy az élet sokkal bonyolultabb, mint ahogy egyáltalán azt gondolni tudjuk. Tehát, hogy a valóság az feltérképezhetetlen. De ennek ellenére érdemes törekedni rá, mert tök jó dolgokra jöhet rá az ember, de hogy alapvetően nem tudunk semmit, én ebből indulok ki. De vannak jelek. Elmondhatok egy dolgot. Nekem 4 éve halt meg az anyukám, és kezdődve pont a halálának az első évfordulóján, valamiért a nappaliban nyitva hagytam tehát egy teraszajtó gyakorlatilag, és még visszamentem át a dolgozó szobán, a hálószobába visszafeküdtem aludni. És egy pár órára rá keltem fel, és így a ágyamból rálátok a dolgozó szobában, van egy álló tükör, és egy hófehér galamb bent a lakásomban, a tükör tetején ült, és így nézegetett engem. Mexikóban ugyanezt történt egy kis bagolyjal, egy ekkora bagoly szállt be, olyan volt a lakásunk, hogy nem volt oldala, tehát a dzsungelből egyből be tudott szállni. És egy ekkora picike bagoly, még soha életem elmertem magam. És az volt az érzésem, és tudom, hülyének fogtok nézni, de hogy az az édesanyám, tehát konkrétan a halála után, és aztán beszélgettem mexikóiakkal, akik azt mondják, hogy nagyon gyakran a halottak madár képében térnek vissza. Most az, hogy ezt az ember elhiszi, vagy nem, az egy másik kérdés. Na húzak, jó? Ja nem, azt még mondd el. Egyébként meg teljesen igazad van. Behelyezem a múltba, mert most már remélem, hogy nem ér olyan trauma, ami esetleg felforgatna az életemet. Remélem most már a megoldáson jár a sors keze az életemben, úgyhogy inkább ide rakom, és most a fényesség fele megyek épp. Tolle mondta azt, hogy szenvedésre csak addig van szükség, ami egyébként az egyik legjobb tanítómester, amíg aztán rájössz, hogy már nincs rá szükség. Oké, Sadhguru azt mondja, meditáció a láthatatlan falak feloldását jelenti, amelyeket a tudattalan épített. Jó, hát azt mondjuk észrevettem, hogy igazából a meditációban nem az történik, hogy én nekem valami aktivitást kell, vagy erőfeszítést kell tennem, hanem igazából csak a gátak elengedése. Ja, hát hova is tegyem ezt? Igen, bemerem ide rakni, de múltba, de azt gondolom, hogy azért rakom a negatívba, mert ezeket a falakat azt merem remélni, hogy a nagy részét már feloldottam. De azért falak voltak, hát kb. Olyan, mint neked az a kártyád. Jó, én húzok egészen odáig alulról, amíg a Tomi rám nem szól. Wow. Minden ember, aki erre a világra születik, valami újat képvisel, valami olyasmit, ami még soha nem létezett, valami eredetit és egyedit. Ez egyébként így van. És neked mi az? Eredet és egyedi. Kellett egy lufiáros Magyarországra. És én lettem az. Egyébként, hogyha a valami, akkor az a küldetésem, és hogy igenis boldog cég létezhet, és hogy ez nagyon nagy mértékben függ a vezető szándékától. Tehát szerintem ez valami új. De ez neked meg kiskorodban is, hogy te nagy cégeket akarsz építgetni? Semmilyen nem volt. Tudod, mi akartam lenni? Kukás. Mert tetszett a kukás, és arra is narancsárga a kártya. Nem készültem cégvezetőnek. Jó, de azt mondod, hogy ezt most a muti? Minden ember, aki erre a világra születik, valami újat képvisel, valami esmit, mely még soha nem létezett, valami eredetit és egyedit. És ebben hiszel egyébként? Hogy minden ember egyedés eredeti? Én hiszek. Tehát, hogy mindenki tényleg művésznek születik, mindenki valami egyedit tudna alkotni, hogyha az iskola nem próbálná meg ezt uniformizálni, így van. És nevelnének, és nem hagynak játszani ezt. És nem is tudom, hogy miért hagyjuk abba a játékot. Tehát, hogy mi lehet az oka annak, hogy ilyen baromi komolyan veszünk magunkat. És én is néha beleesem ebbe a hibába, hogy egyszer csak úgy azt gondolom, hogy jó, most már tényleg jó sokat tudok. Ez nem baj egyébként, mert ha vissza tudsz térni hozzá, meg tehát ugyanúgy, mint ahogy meditáció közben a gondolataid elkószálnak, de egyszer csak felkapcsolják a villanyt, és vissza tudsz menni arra, hogy megint se figyelje, megint a gondolataidra figyelje, szerintem az nem baj egyébként, mert ez... Igen, meg tegyünk fel jó kérdéseket, fedezzünk fel, legyünk kíváncsiak, szerintem a kíváncsiság nagyon fontos, és akkor meg lehet találni, hogy mi az, amire mi születtünk, és mi az az eredeti, egyedi. Meg legyünk bátrak
egyébként. Az, ami nekem nincsen benne, de hát már biztos húzok olyan kártyát, amire. Kéred? Mert lehet cserélni is. Fölhasználhatod a cserekártyát, és ezeket a kis kártyákat bármikor felhasználhatod. Kéred a kártyáját a Nikinek? Még nem. Azért rakom be a pozitívba és a múltba, mert úgy érzem, hogy úgy kezdem megtalálni, talán amire leszülettem, és amit én tudok adni a világnak. Mondom, az életemben is szeretem, és szeretem azt csinálni. Én mindig azt mondom neked, hogy ez a szeretet, meg a boldogság a célkút, ez annyira fontos üzenet, hogy neked ezzel kell foglalkozni, hogy ezt elterjedjen mindenhova. Tehát ne csak a te cégeiden belül, hanem hogy ez legyen az alap. Jövő héten könyvben mutatunk. Én szeretem azt, hogy másoknak segít, és mások inspirálódhatnak általa. Mit húztál? Hát én szerintem a Niki kártyáját húztam ki. Ha szeretsz, a világegyetem leghatalmasabb erejét használod. Vétózok, nehogy odaadd. Mármint, hogy ez nem a te kártyád? Nem, ez ugyanúgy mindenki kártyája, te kártyád is. Ez egy olyan idézet, ami a legalapabb elemi erő, a szeretet. Hogy? Megy neked jól, mert nem kérdőjelezem meg, csak kérdezem, hogy hova raknád az idősíkodon. Ha, én ezt beragom középre. Aha. Tehát ezt a közepére raknám. Egyet értünk. Aha. Ja, jó kártya. Én nekem van egy megfigyelésem, és ezt elmondom neked. Ugye én hónapokkal ezelőtt láttalak téged, Balin, megbeszélgettünk sokat, meg egy kicsit megismertelek, és amit én most érzek rajtad, hogy akkor egyféle szeretetet nem éreztem rajtad, az önszeretetet. Uh-huh. És viszont most nagyon érzem rajtad az önszeretet. Na, most teljesen jó, mert pont arra van szüksége. Egész más. Az energia. Jó, mert egyébként mostanában tényleg én is úgy érzem magam. Lehet, hogy pont a múltkor, amikor beszélgetetek a feladásról, nem azt mondom, hogy annál a pontnál világosultam meg, de hogy nekem is eljött egy ilyen pozitív feladás, ami tulajdonképpen elindított egy másik irányba engem. Egy kicsit nem is az, hogy beletörődök a saját dolgomba, csak ha már ez van, akkor azt élvezzem, ami van. Nem a kitűzött cél, nem a jövő a lényeg, mert az egyszer úgyis jelen lesz, hanem a folyamatosan a jelenbe való részvétel. Hogy az elmúlt hetekben próbáltam ugye e szerint élni, működni. Hogy ez tök jó, hogyha azt mondod, hogy ezt érzed. Két nappal ezelőtt azon gondolkoztam, valaki átküldött egy ilyen régi mester és tanítványai valami koncertfelvétel, nagyon fiatal voltam még. És néztem, és nem ismertem magamra, tudod? Tehát, mint hogy egy másik ember lettem volna, egy ilyen narcisztikus fasz voltam. Egy ilyen egomán ember volt a képernyőn, aki el van magától ájulva. Érezhető, hogy a narcisztikusságot azt az ember a negatív tulajdonságok közé teszi. De ha jobban belegondolok, akkor kicsit boldogabb voltam akkor, amikor szerelmes voltam önmagamban, mint most, amikor már azért megkérdőjelezem folyamatosan magam, hogy ki vagyok én, meg kicsit kívülről nézem a filmet. És azon tűnődtem, hogy vissza lehet-e oda találni, amikor még az ember nem kérdezte meg magától soha az élet legfontosabb kérdéseit, hanem csak úgy volt. Meg nem, mint hogy mondjuk Balin, én azt vettem észre, hogy az embereknek a nagy része nem teszi föl magának a kérdést, hogy ő kicsoda, valószínűleg a kasztrendszer miatt, mert beleszületik egy bizonyos helyzetbe, és ezt elfogadja, és örökérvényűnek gondolja az egész életére. És valahogy azon tűnődtem, hogy lehet, hogy ez a narcisztikusság, ezt lehet, hogy át kéne helyezni a negatív tulajdonságok közül, a simán, hogyha úgy hívjuk, hogy önszeretet. Nem várhatod el senkitől, hogy jobban szeressen téged, mint te saját magadat. Én ebbe annyit fűznék hozzá, hogy a narcisztikusságnak nem csak azért van negatív vonzata, mert ez rögződött meg bennünk. A narcisztikussághoz hozzátartozik az, hogy minden szempontból saját magadat helyezed mások elé. Igen, ez jó, hogy mondod, mert... Tehát, hogy az egészséges önszeretet és a narcisztikusság között nagyon nagy különbség van, és az, hogy visszataláljál hozzá, az önszeretetet kell újra megtalálnod, hogy palancba legyél önmagaddal. Remekényt, amikor egy gyerek belenéz a tükörbe, akkor örül magának, nem tiszta örömtelés, tetszik neki, amit lát. Igen. Én azt gondolom, hogy a narcisztikusságot, hogyha az ember nem csak saját magára próbálja vonatkoztatni, hanem azt szeretné, hogyha mindenki szerelmes lenne önmagába, és ez nem arról szól, hogy te magadat előbbre helyezed, mint másokat,
hanem pont attól lesz energiád másokra, hogy saját magaddal már rendben vagy. Ez így van, tehát ezt mindig is mondom, tehát tulajdonképpen azt szoktam felhozni példának, olvasod a repülőgép felszállás előtt a kis kártyát, amiben van csúsztatva az ülés támlájába, hogy az oxigén maszk. Igen. Tulajdonképpen először magadat mented meg. Tehát először a saját fejedre húzod fel az oxigén maszkot, mert csak utána vagy képes arra, hogy mást is megments. Igen, ez az oxigén, ez üzleti példa is szokott lenni, hogy először a saját oxigén maszkod, és a gyerekre, vagy a bárki másra te tudod rárakni. Mondjuk nem tudom, hogy ez megtörtént, hogy egy igazi életszerű helyzet lenne, tehát tényleg elkezd zuhanni a repülő, és ott ülsz a gyerekeddel, akkor szerintem hiába mondta előtte a stewardess, hogy mi a sorrend, nem biztos, hogy betartod. Én csak egyetlen egy valakit ismerek, aki olyan leszállásban volt részük, hogy leestek a maszkot. Én egyszer azt láttam egy Los Angeles-i repülő úton, hogy pont akkor hozták ki a pezsgőt, meg a különböző cuccokat, amikor jött a vihar, és azért mindenkinek két pohár volt a kezében. Inkább. És azt láttam, én leghátul ültem, és azt láttam, hogy mindenki ezt csinálja, tübög, együtt. Tehát akkor te beraktad a szeretetes kártyát a középre, jó, jogos? Igen, mert ez egy ilyen, ez tényleg az origója. Nem is változtatnék rajta. Akkor húzzak? Egyébként én is ilyen letit bűzöm módban vagyok, mint te, hogy úgy nem tűztem ki egy konkrét célt, hogy mint mondjuk a Niki az üzleti ügyeiben. A feladom alatt ezt a típusú feladást értjük, hogy megengedjük az univerzumnak, hogy megtörténjenek dolgok, és rábízzuk, és rámerjük bízni. Tehát nem az, hogy feladom, és akkor holnap. Nekem annak is volt borzasztó érdekes hozadék, amikor konkrétan feladtam mondjuk az útkeresést. A feladás pillanatom, meg maga az aktus, hogy az ember azt mondja, hogy jó, akkor most ezt feladom, azzal megszűnnek a félelmek, és akkor tényleg mindig történik valami nagyon fura dolog. Tehát húztam egy Konfúciusz, csak valami okosat fog mondani. Az embernek három módja van arra, hogy okosan cselekedjem. Első a meditáció, az a legnemesebb. A második az utázás, ez a legkönnyebb. A harmadik pedig a tapasztalat, az a legkeserűbb. Azért vannak olyan kártyák, amit kétszer kell olvasni, hogy az ember értse. Tehát az emberek három módja van arra, hogy okosan cselekedjen. Az első a meditáció, ez a legnemesebb. Ja, ez jogos. A második az utánzás. Az utánzás dolog, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert szerintem ez a tehetségnek az egyik legfontosabb attribútuma. Például, hogyha most zenére vonatkoztatunk, hogyha az embernek sikerül utánoznia a saját idoljait, attól nem csak az történik, hogy közelebb kerül hozzájuk, hanem az eszköztára egyre szélesebb lesz. Tehát én például úgy tanultam meg énekelni, hogy Franciaországban két éven keresztül, 6 órában minden éjszaka, más énekeseket utánoztam az Elton John-tól a Tina Turnerig, mert ilyen vendéglátó zenekarban énekeltem, és egy idő után megtaláltam a saját hangomat a sok utánzott között. Tehát az utánzás ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Azt hiszem, hogy ezt én megvalósítottam, legalábbis tudom, hogy mit jelentenek ezek, és azért berakom a pozitív múltba. Nem vétózom meg. Köszönöm. Én sem jövök alulról. De várjál, ez az alulról húzás, ez egy szokásod, vagy úgy érzed, hogy ott lesznek a te lapjai? Ott lesznek az én lapjaim. Na tessék, figyelj, tengerparti kép, egy gyönyörű tengerparti naplemente, és Szepes Mária idézett, véletlen nincs. Ha sorsod urai valakivel összehoznak, céljuk van vele. És én ezt oly sokszor megtapasztaltam az életemben, hogy így történnek a dolgok, hogy összefonódnak a sorsok, és a egyik találkozás követi a másik találkozást, és mindegyiknek célja van, és mindegyik vezet valahova. Visszafelé olyan könnyen megértjük, hogy hogyan van felfűzve ez a sok-sok gyöngy egymás után. Fú, ez nagyon-nagyon. Mi például hárman nem lettünk volna egyszerre Balin egymástól függetlenül egy bizonyos időpontban, akkor most nem ülnénk itt, tehát teljesen máshogy alakulna az életünk. Igen. Aztán majd kiderül, hogy ez most jó vagy rossz. Kedvenc tanmesém, Tony Robbins, a kínai paraszt, de ezt most nem mesélem. Mármint a történet címe, az nem a titulusa. Nem. Nem a mese. Viszont, ha jól értem, akkor ez neked egy pozitív és múlt
Abszolút pozitív. Akkor ott már van egy kártyád, tehát most eljött a pillanat, vagy felülírod a már meglévő kártyádat egy erőteljesebb. Felülírom, ez százszor erőteljesebb és százszor igazabb. Gyönyörű. Szuper. És ebben te is hiszel, hogy nincsenek véletlenek? Mert elég sokszor volt már rá, igen, példa, hogy ebben higgyen az ember, igen. De ez azt jelenti, hogy ha vannak olyan történések az életben, amiről tudjuk, hogy a sors belejátszott, de várj, akkor az azt is jelenti, hogy minden egyes pillanat előre megírt és determinálva vagyunk? Nem azt mondom egyébként, hogy meg van írva, vagy meg van határozva, de arra emlékszel, ami fontos volt. Abban a pillanatban, amikor emlékszel valamire, vagy egy olyan úton indított el, onnantól fogva azt te meghatározó pillanatnak fogod fel. Oké, de hogy előre be van-e fűzve a teljes film? Na ki, miben hisz? Azért nem hiszek, mert saját magamban vannak néha olyan döntések, hogy elindulok egy irányba, és azt mondom, hogy tököm, megyek jobbra. Tehát azt mondod, hogy a szabad akaratoddal tudod a filmet alakítani? Tulajdonképpen igen. Mert van, aki ezt is megkérdőjelezi, mostanában elég sok filozófus. A Sam Harris például azt mondja, hogy abóvó nincsen szabad akarat. Igen. Mármint, hogy a szabad akaratomból nagyon sok mindent tudok alakítani. Én ezt mondom. Miközben letidvi állapotban vagy, és csak sodrodsz. Igen. Mert jönnek dolgok, viszont szabad akaratomból választom ki, hogy melyik irányba megyek az a hozzám sodort opciók közül. Pedig inkább azt mondanám, hogy tehát nem úgy vagyok let it be, hogy azt csinálom, ami éppen jön, hanem sokkal nyitottabb vagyok, és sokkal éberebb vagyok, és próbálok nagyobb rálátással és okosabban dönteni. Jó, csak ez azt is lehetne mondani, hogy ha az ember hisz abban, hogy van sorszerűség, akkor abban is hihet, hogy az fent kitalált opciók jobbak, mint amit ő maga ki tud találni. És te amúgy mit gondolsz? Hány százalék a szabad akarat? Ezek mindig csak tézisek, teóriák lesznek. Én úgy gondolom, hogy a filmet előre a születésünk előtt aláírtuk, együtt terveztük, ki volt találva minden. Az, hogy hogyan reagálunk a történésekre, az már szabadon választható. És általában nem a történésektől érezzük jól vagy rosszul magunkat, hanem ahogy ránézünk. Úgyhogy ez az, ami miatt érdemes talán tudatosabbá válni. Mert a történéseket, azokat nehéz lecserélni a fizikai síkon, de ahogy reagálunk a történésekre, azt viszont le lehet. Azt megválaszthatjuk, és szerintem itt van a szabad akarat, és ezért nem gondolom, hogy Sam Harrisnek igaza lenne. Na, tulajdonképpen majdnem ezt mondtam, én csak kevésbé ilyen szépen. Egyébként most ki jön? Ne ragadtunk a sors véletlen szerű eseményénél, te jössz, bizony. Vacs. Nagyon hosszú szavak vannak itt. Elolvasra. Igen, ez a te kártyád lesz, ezzel már találkoztunk már az elmúlt játékaink során. Vacs azt mondja, hogy a meditáció az a mód, ahogyan érezzük az alapvető elválaszthatatlanságunkat az egész univerzumtól, és ehhez az kell, hogy elcsendesedjünk. Ez jogos. De miért gondolod, hogy az én kártyám? Mert most ez a te utad. Én egyelőre nem a meditáció, tehát nekem az majd a következő lépés lesz. Most még nekem még ömlik be az ablakon a sok. Persze ez mindenkinek, amikor éppen kedve van, vagy mikor eljön az ideje, de szerintem ez a meditáció ügy, ez annyira rá van húzva, be van skatujázva, rá van húzva egy ilyen címke, és mindenki fél tőle, meg túl van misztifikálva, miközben tényleg csak arról van szó, amit a Vacs ír a végén, hogy ez csak egy sima elcsendesedés belül. És ráadásul szerintem minden több dolog történik az ember életében, és minden nagyobb a káosz kívül, annál nagyobb szüksége van arra, hogy ezt feloldja belül. Ez így van, csak egyelőre, hát hülyén hangzik, de hogy még egyelőre nincs időm. Akarsz cserélni? Van egy ilyen cserekártyám számodra, ha akarod. Van egy meditáció, még egy meditáció, és valami... Szeretni. Pedig nem csak ilyen van a pakliban. Nem. Na jó, de hogyha azt mondod, hogy ez a te jövődben... Akkor viszont tehát el tudom helyezni, tehát azzal nincsen baj. Csak emlékszem, hogy annak idén szúszod ezt a kártyát, és nagyon örültél neki. Úgyhogy egy ezresért odaadom. De mondd még egyszer, mit mond Vacs? A meditáció az a mód, ahogyan érezzük alapvető elválaszthatatlanságunkat az egész univerzumtól, és ehhez az kell, hogy elcsendesedjünk.
De ez olyan szép, nem? Hát olyan szép, hogy itt semmi másról nincs szó, mint hogyha belül kús van, konkrétan nem zavarja meg az elméd az éppen aktuális pillanatot, hanem tényleg csend van belül, akkor tudod, hogy te a természetnek vagy az univerzumnak az elválaszthatatlan része vagy. Én berakom a jövőbe, viszont akkor nem olyan megfontolásból teszem a negatívba, hogy azt érzem, hogy azért ez elég nehéz feladat számomra, mert nagyon nehéz elcsendesíteni ezt a sok dolgot, mert még egyelőre nem tudok teljes mértékben úgy magammal foglalkozni, hogy kizárjak minden külső tényezőt. Jó, nem akarom ezt én erőltetni, csak szerintem ott van egy alapvető félreértés benned, hogy azt gondolod, hogy a meditáció minden külső tényező kizárása. A meditáció ennek pont az ellenkezője, amikor elfogadod, hogy baromi sok gondolat van a fejedben egyszerre, hogy a világ káoszban van, hogy zajban élünk, és befogadsz mindent. Ez gyakorlatilag pont a fókuszálásnak az ellentéte, amikor azt mondod, hogy ez van, és ráadásul még a feladással is kapcsolatban van ez, hogy elfogadod, hogy nem tudsz változtatni azon, hogy folyamatosan gondolkozol, akkor történik meg az, hogy belül automatikusan elcsöndesedsz, és az már maga a meditáció, csak hogy ne csinálj belőle ekkora problémát. Ja, teljesen jogos, meg elfogadom egyébként az érvelésedet. Berakom pozitívba. És ide kapcsolódóan a saját út megtalálása azt jelenti, hogy követed a saját boldogságod. Joseph Campbell. Szerinted a saját szón van hangsúly? Azért van, mert az ember a saját világát építi. Tehát mindenkinek, én úgy látom, hogy mindenkinek van egy saját világa, neked is, Lemonnak is, nekem is. És amikor itt társulunk egymással, az olyan, mint amikor három buborékban ülünk, és ebben a három buborékban most megtaláljuk a közös pontot, vagy legalábbis keressük. Nekem ez fontos kártya, én ezt beszenném középre, az iránytű közepére. Nem, ugye, amilyet rákérdeztem, hogy a saját, mert lehet, hogy akkor mi nők hajlamosak vagyunk arra, hogy mások boldogságát a magunk elé helyezzük. Igen. Nekem nagyon sokszor volt ilyen az életemben, amikor a másik boldogságát helyeztem magam elé, és általában másfél évre rá szoktam fölébredni, hogy mit is csinálok. A pasikról beszélget? Párkapcsolatról, férjekről, vagy akár az édesanyámmal való kapcsolatom is eljutott egy olyan pontra, ahol ki kellett mondani, hogy nagyon szeretlek anyu, de a saját életemet szeretném élni, és engedd meg, hogy én magam legyek, és ne a te életedet éljem, és ne, tehát amikor annyira be tudsz vonódni egyébként, most ez lehet akár pár kapcsolat, vagy akár egy szülői viszony, és hogy nagyon önfeláldozó leszel, túlodadó leszel, a saját igényeidről teljesen lemondasz, és mindig azt nézed, hogy neki legyen jó, és egyszerűen magadról elfeledkezel a... De szerinted önzetlenség? Tehát az az alapja, vagy mert azt mondod, hogy a nőkre vonatkozik? Feláldozás talán, nem tudom. Bennem sokszor fordult elő, és amúgy üzleti kapcsolatban is képes vagyok arra, hogy tudod, nyújtom a kezem, letépi a karom, már benne van lassan a fejem is, és akkor felébredek, hogy ez nagyon egyoldalú, és nagyon én rakom bele magamat az egész kapcsolatba, és vissza pedig nem kapok, és egy teljesen felborult egyensúly van, tehát nem a win-win szitu. És amikor azt mondod, hogy volt egy pont, amikor fölébredtél, és elmondtad neki, hogy már most már szeretnéd a saját életedet élni, hogy előbb kellett volna felébredned? Oh. Igen. Én mindig túltolom. És akkor az üzleti életben mit lehet csinálni, amikor egy ilyen helyzetbe kerülsz? Mert ugye azt mondtad, hogy legyen a szeretet az alapja az üzleti életnek, viszont nem akarsz túlságosan önzetlen sem lenni. Figyelni arra, hogy egyensúlyba, valahogy egyensúlyba maradjon a kapcsolat. Mert ez erről beszéltünk egyébként pár követően. Tudod-e annyira magad, szereted-e magad annyira, hogy te is fontos vagy magad számára? Akkor a saját szó ebben az idézetben az egy fontos dolog, nem? Tehát, hogy a saját boldogságodat kell követned. Aha. Lehet úgy építeni a saját világodat, hogy közben nem ártasz másoknak. Az alap. Igen, az alap. Tehát most nem az egoista, mindenki átgázoló, romboló. Nem csak a versenyhelyzetekben is van olyan, tudod, egy futó, ha meg akarja nyerni a
világbajnoki címet, akkor maga mögé kell, hogy utasítson jó néhány embert, gyakorlatilag mindenkit. Mindenkit. De valahol ugye az idővel fut versenyt, és önmagát kell legyőznie, önmagát kell meghaladnia, önmagánál gyorsabban és jobb eredményt. Nekünk pont a bevői bónuszrendszerünknek az a szlogenje, hogy győzd le önmagad. Hogy nem a másikat kell legyőzni, hanem magadnál kell jobbnak lenni napról napra, évről évre adott esetben. Hogyha mondjuk az ember egyedül játszaná ezt, ott mondjuk ülök egyedül, és azt mondom, hogy jó, mit is jelent a saját boldogságon megtalálása, akkor felvetődik egy ilyen lista, egy opciólista, hogy mit is kellene nekem csinálnom. Úgy folytatom az Avanovát, visszamegyek zenélni, megpróbálok újra szerelmes lenni, barátaimnak veszek Balin egy barom nagy házat. Egy nap legyen ez. Mindenkiben ezt érjen. És valahol az is benne van, hogy mered a saját szíved útját követni. Abszolút, az nagyon fontos. Meg hogy tudod, hallod-e a szívedet? És ha meghallod-e? Igen, mert hogyha nem, tehát amit te mondtál, hogy vagy tulajdonképpen az, hogyha másra akarsz megfelelni, akkor ne, akkor annantól fogva az már nem te vagy, hanem a másik személynek a nyúlványa. Tehát egy ilyen, az már nem rólad szól meg. Igen, de közben meg egymás relációjában létezünk, csak érted, szóval... Hát persze nyilván kell egy balansz, de egészen addig, amíg a te saját személyiséged és boldogsága nincsen elnyomva, úgyhogy te... Én húztam neked egy kártyát. Most nekem húzta egy kártyát. Én ezt a kártyát odadom a Lemonnak. Lehet ilyet csinálni? A Louise L. Hay, ott van az idézet, és a megbocsátás új fejezetet nyit az életedben, ez áll rajta. És miért gondolod, hogy a Lemonnak van rá szüksége? Már múltkor, amit mondtál, ez nem volt ilyen szükség. Nekem kell megbocsátanod? De tényleg miért gondolod? Érzem. A női megérzés. Nem érzem, hogy új fejezet van az életedben, amióta nem találkoztunk. De akkor csak cserélni lehet, vagy adhatok is, úgyhogy nem várok érte cserét. Pillanat, megnézem a játékszabályokban. Nem olvastad a könyvet, amit te írtál. Figyeljetek, ugye több verzió van, a cserekártyáknál azt írja, hogy ha ezt a kártyát felmutatod, akkor bármelyik játszótársadnak felajánlhatod a csere lehetőségét, amelyben két idézet cserél gazdát, aha, ha ez mindkettőtöknek megfelel a cserét, nem kötelező elfogadni. És neked van itt olyan, amit el tudnál vinni? A meditációt. Igen? Amit annyira nem akar. Jó, de adjál még hozzá egy... Ez nem Monopoly. De egyáltalán szükséged van a megbocsátás kártyára? Van benne valamit. Kinek bocsátott meg? Igen. Értem. De és mit adsz értem? Hát akkor odaadom a meditációt. Meditációval úgyis dolgom van, ez múltkor kiderült. Nekem abban nagyon nagy dolgom van, akkor most megtörtént egy csere. És kedves nézőink, és így kell cserélni. Ezt imádom, ez nekem ez egy nagy feladat most, és nem véletlenül kezdtem el meditálni, amióta ismerlek. Én akkor én ezt ide berakom a pozitív múltba. Ezt pedig berakom a pozitív jövőbe. Csak rögtön én is húzok. Konfúcius. Gyalázatosabb, ha nem bízunk a barátainkban, mint ha becsapnak minket. Bizony. És ez így van. De ez igaz egyébként, ezt te osztod, ezt a nézetet? Hát végig gondolom, hogy mire gondolt a költő, hogyha olyan emberekkel veszünk magunk körbe, akikben nem is bízunk, akkor tulajdonképpen a saját időnket, meg a saját energiánkat fecséreljük el feleslegesen, és saját magunkat hazudtoljuk meg ezzel. És szerintem azt is jelenti ez a kártya, hogy amikor már túl vagy jó néhány csalódáson, amit azért gondolom mindenkinek volt az életében, akkor is tiszta lappal kell indulnod egy következő társulásnál. Tehát tegyük fel, hogy a barát jó néhány barátot becsapott, de ha nem bízol a következő emberben, akivel találkozni fogsz, az gyalázatosabb dolog, mint maga a becsapás ténye. Szerintem ezt Konfucius erre gondolt. Mm-hmm. Úgyhogy akkor a mai játéksalán eljelez is, hogy ezt a kártyát, akkor ezt félredobom. Így kell. Így kell. Amikor az ember olyan kártyát húz, aminek semmilyen mondani, olyan nincsen a számára, akkor előfordult, hogy nem tűnődött eléggé sokat a kártyahúzás előtt. Igen, úgyhogy mégiscsak nem bíztál magadban. Nem vagytok éhesek? Ne rendeljünk itt pizzát? Sushi. Vagy sushit? Tudod.
A hús jó volt, a bab jó volt, csodó jó. Banán, hogy mi volt még benne? Hát jó volt. Ilyen fentet kell nézed, Niki, hogyha ebben részt akarsz venni ebben. Meg van beszélgetőségben, be kell pótolnom, hosszú lesz. Na most figyeljetek, nekem megmondom, mi hiányzik, egy pozitív jövő, meg egy negatív jövő. Tehát nincs jövőképe megy előre. Nem ugyanez. Nem, neked nem. Nekem is most már, mert szét... Nekem elrontottátok a jövőképemet. Hello, na jó. Laoce. A vérbeli utazónak nincsenek konkrét tervei, és nem szándékozik minden áron célba érni. Ez gyakorlatilag a Let It Be, amiről beszéltünk. Igen. Illetve a sodródás. Tippeljünk. Tényleg, tippeljétek meg, hogy hova teszem. Odadod Lemonnak, vagy odadod nekem? De ez a baj, mind a három. Dehogy adom oda, olyan jó kártya. Szeretnétek? Kihívlak párbajra, vigyázz. Na, és mit van? Nem cserélni, akarok, el akarom venni. Párbaj lényege a játék szabály alapján az, hogy meg kell győznöd minden játékost, ebben az esetben a Lemont. Hogy ez a kártya neked fontosabb, mint nekem. Vérbeli utazónak nincsenek konkrét termei, nem szándékozik minden áron célba érni. Én párbajozok Lemonért, hogy ez az övé legyen. Micsoda? Szerintem neki ez a pozitív jövőképe. Igen, Muti? Az előbb mondta, hogy feladásban van, és átáll a működési mondja egy másik típusúra. Van benne valami egyébként, hogy hirtelen nem, hogy lettem a zsűriből én az áldozat, de hát akkor küzdjetek meg, értem, vagy nem értem, Először vizsgáljuk meg, hogy ez igaz-e, jó? Tehát, hogy a vérbeli utazónak nincsenek konkrét tervei. Ez például rád egyáltalán nem igaz, tehát te biztos, hogy kiestél, 5 éves terved van. Igen. Oké. Mi ketten vagyunk talán azok, akik így eléggé sodródnak, és az előbb megbeszéltük a szabad akaratnak a jelentőségét. Azért még tippelhetek. Tippelhetsz. Ez a maximum. Jó, neked adom, Lemon. Nem, azért, mert azt gondolom, hogy én hiába is próbálnék meg az ellen tenni az én életemben, hogy ne legyenek terveim. Én folyamatosan tervező üzemmódban vagyok. Ez üzemmódban vagyok. De akkor meg hogy akarunk sodródni? Hogy lesz ebből Let It Be? Nem tudom, kezdjük előre. Én nem a tervtelenségben sodródom, hanem abban, hogy azokat a célokat hogyan valósítom meg. Ez a te kártyád lesz. Akkor ne adjam oda? Ne add ide. Jó. Nekem vannak terveim, csak nem görcsösen minden áron egy... Megint vezető akarsz lenni, nem? Minden áron. Jó, rendben van, legyen akkor ez itt, mert őszintén szólva akkor vált jobbá mindig az életem, amikor lemondtam a saját terveimről. Tudod, mi az, amikor az ember hagyja, hogy a véletlen beleszóljon, akkor sokkal érdekesebb, izgalmasabb, kalandosabb szenáriók jöhetnek az életében, mint amikor ő maga akarja kitalálni. De várj, ez viszont szöges ellentét ennek a kártyámnak, a saját út megtalálása azt jelenti, hogy követed a saját boldogságod. Ha csak nem pont ez a boldogság. Hát ez a boldogságod, igen. Mindig odajuk adunk, hogy nem tudunk semmit. Viszont jó helyre tippelt. Jól tippeltünk, én hozok. Richard Bach. Olyan gond nincs, amely ne hozna kezében ajándékokat neked. A gondokat azért keresed, mert szükséged van az ajándékaira. Nekem jó a kedvenc írom. Én innen tippelem, hogy odanaknád a múlt negatívba. És például a Covid volt ilyen, hogy iszonyú, hát gond volt, ugye visszaesett a forgalmunk a nullára, és ott álltunk ilyetten, tehát mi 3 nap alatt beszakadtunk, és ugye ott álltam 25 emberrel, és egy utólag visszagondolva... Véletlen nincs. Szuper jó dolog történt velem a Covid alatt. A Covid nálunk úgy működött, mint egy tisztító tűzi csapadon felül, és elsodorta azokat a munkatársakat, akik nem igazán illeszkedtek. És ez azt is jelenti, hogy amikor éppen jön egy következő mélypont az életedben, akkor tudod, hogy ez egy olyan gond, amit azért kerestél, mert szükséged van az ajándékaira. Mert várni is fogom tudni az ajándékot, és minden rosszban van valami jó, és egyáltalán minden nyín és... A balansz. Lemon jól tippelt, tényleg ide raknám a negatív múltba, mert már tudok így... Mert tudatos vagy róla. Kihúd, Lemon. Így nem tudok szinkronizálni. Lao Tse. Az élet és halál egyetlen fonal,
ugyanaz a vonal, más szemszögből nézve. Ugye ezt nagyon sokat beszéltük, hogy nem szabad, hogy az irányítsa az embert. Igenis maga az út a fontos, és így maga az élet a fontos. Meg a Tolle mondott erről tök jót, ami nekem nagyon tetszett, hogy a halál az nem az élet ellentéte, hanem a születésé. Az élet mindig van. Engem is, én így döntöttem, hogy ebben hiszek. Aztán majd meglátjuk. Hát nézd, a halál egyértelműen jövő, nem? És tudod mit? Az élet szar, nem is egy pozitív jövő, ha hagyj jöjjön. Úgyhogy inkább akkor a pozitívba rakom bele. Nyuszi vagy. Miért? Tök bátor húzás, hogy oda bemerte rakni. Na jó, ez pont ide vonatkozik. Terence McKenna azt mondja, az anyagból nem hiányzik a varázslat, az anyag maga a mágia. Nekem ez azért fontos kártya, mert sokáig ketté választottam magamban, talán pont a spiritualitás vagy a meditáció miatt a földi életemet, az anyagi világot, meg azt a másik világot, ahonnan az anyagi világ származik, a forrást. És amikor az ember ráébred arra, hogy az igazából nem két különböző világ, és hogy ebből is ki lehet hozni a maximumot, és hogy az anyagban rengeteg mágia van, és hogy az egész tök varázslatos, akkor az egy reveláció. Tény, hogy ezt csak így intellektuálisan tudom, de még nem valósítottam meg. Tehát gyakran választom ketté a világot fejben, úgyhogy ez lehet nekem még egy feladat, amivel szembe kell néznem. Úgyhogy ide teszem. Nem vétózol lenne? Nem vétózok, egyetértek ezzel az élveléssel, meg hát lehet, hogy izmosabb is nálam. Mit húztál? Adj el az üzlet részét, abba, tőle jobbra ülőnek. Tolle? Tolle azt mondja, hogy soha nem vagy teljesebb önmagad, mint amikor mozdulatlan vagy belül. És megint a csend, a lelassulás, a meditáció, miért akarja ezt tőlem? Egyébként érzem magam, hogy erre van szükségem. Csak én annyira nehezen tudok leállni, és annyira nehezen tudok mozdulatlan lenni. Ezért volt nekem is az a kártya, amit mégis odaadtam. Nekem adtad. Pontosan ezért, nem azt mondom, hogy működik tulajdonképpen a gépezet nélküled, de hogy beindításra már nincs szükséged, csak fenntartásra figyelésnek, hogy most jön az, amikor vagy el kell billenned, vagy nem, de hogy a lényeg, hogy lassulj le. Hát a lényeg, hogy lassuljak le. Igen, és erre én valahol egyébként vágyok, és tudod, mit akarok megkérdezni tőled napok óta, de nem feltétlenül kell most válaszolnod rád, ugye te éltél egy jurtába és elvonulva a világtól, és én meg akartam kérdezni, hogy ez milyen, amikor megállsz és nem mozdulsz. A jurta ügy az nálam nagyon rövid ideig tartott, mert aztán beköszöntött a szerelem az életemben, tehát amikor éppen elmentem Remetének, akkor pár héttel később jött. Azt hittem azért, mert nem működött a wifi. Tehát igazából belül kell elvonulni, nem a külső tényezőkön múlik, hogy most éppen egy jurtában laksz, ahol egyre kisebb a komfort, hanem belül kell, hogy csend legyen. Egyértelműen ide tartozik nálam a lap. Ebben feladatom van, és lehet, hogy egy picit tartok tőle, és egy picit félek megállni, mozdulatlannak lenni, és csendben lenni, és önmagammal lenni, de... De szép feladat. Jó. Vétó. Köszönöm. Dispenza. Te mondtad... Tűnődet? Igen. Persze, bocsánat. A nagyság az, ha a környezetünktől függetlenül kitartunk az álmunk mellett. Ezt most megtippelem, hova rakod? Na, nem mondom. Tippeltek én is. Egyébként ide fogod. Igen. Tényleg oda fogom rakni, de... De nem, te ezért is egyetértesz vele? Igen. Szintén az önbecsülés, önszeretetet, ahogy bárhogyan próbálnak elvárni tőled dolgokat. A lényeg az, hogy van mit követni, akkor amellett kitartsál. De azért néha eszembe jut az, hogy biztos, hogy a gyerekkori álmaimat kell megvalósítanom. Itt nincs szó gyerekkori álomról. Nem, csak azt mondta, hogy ha kitartasz az álmaid mellett, tudod, az azt jelenti, hogy akkor a régi vágyaidat is viszed tovább, mert pedig vágyak meg változhatnak. Hát változhatnak, de hogyha megváltozott a vágyad, akkor azt nem érdemes továbbvinni. Most arról van szó, hogy ami éppen benned van. Ja, jogos. Megvalósulhat, hogyha kitartasz mellette.
Összességben azt lehet mondani, hogy mindenkinél kialakult egy saját önismereti térkép, persze, hogyha sokkal tovább játszanánk, akkor egyre tisztább lenne az üzenete. Cserélgetnénk a lapokat. Igen, az önismereti térképünknek. Igen. Az én irányom például ez a földön jól érezni magamat, ez a saját út megtalálása, a saját boldogságom követése. Neked mi a fő csapás? Nekem nagyon jó kis térkép rajzolódott ki. Ugye középen a szeretet, mint energia, a múltba a véletlenek nincsenek, és minden találkozásnak célja van. És van egy olyan mondás is egyébként, hogy minden az életedbe úgy kerül, hogy ezt magad vontad oda, és azt... És az a vége, hogy az pedig, hogy mit kezdesz velük, az rajtad áll. Rajtad áll, így van. Richard Bach. Mondta, na, így van. És hát a feladataim újra és újra, nem véletlenül, a feladataim nem véletlenül, látod? Lemon? Nekem a kitartás, és tulajdonképpen ez a kártya az áll. Amit a legutoljára húztam. Igen. Az, amiben most éppen benne vagyok, az elengedés. Elengedem azokat a dolgokat, amik eddig esetleg megkötötték a kezemet, megfelelés másoknak, tulajdonképpen egy ilyen bezártság, hogy teljesítenem kell, hogy jól kell élnem, hogy eltartani magamat, mindenki mást, hogy legyen már egy kis játékosság ebbe az egészbe, pozitív elfoglaltságom, gondolatom, amit szeretek csinálni, hogy amellett kitartsak, és abból próbáljak valami jövedelmező dolgot megalkotni. Tök jó. Mit szóltok ahhoz, hogyha most lefényképezzük a saját iránytűnket? Az egyik múltkori az telefon háttérkép le, hogy emlékeztessen feladataimra. Az van, mint mindig, hogy most is többet tudok rólatok, kicsit jobban megismertelek titeket, és ami mindig a legdurvább tapasztalásom, hogy magamhoz is sokkal közelebb kerülök. Tudom, hogy melyek azok a feladatok, amik rám várnak, hogy mi a lelkesedésem iránya, mi az, amitől kicsit még tartok, szóval ezek jó dolgok. Arról, hogy ebből a játékból majd mikor lesz sok, arról majd az abanova.org-on lehet, ezt most már nektek mondom, az abanova.org-on lehet majd olvasni, és remélem, hogy nem csak ez az egy prototípus marad, amire ebből a videóból lesz valami műsor, vagy nem is tudom, mi lesz ebből, lehet, hogy csak egy magyarázat. Húzz egy kártyát, azt nézzük meg! Mi lesz ebből? A meditáció lényege, hogy egyre inkább önmagaddá válsz. És kinek a fejére esik a meditáció, mi? Ez egy jel. Tomi fejbe verd egy meditációs kártyába, ezt értem, de ez így van, kinek az homologomra. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, csináljuk ezt máskor is. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!